Magyarország elvárja Ukrajnától, hogy fékezze meg a nacionalista csoportokat, ezt mondta Szijjártó Péter a hétvégi beregszászi botrány után. Vasárnap nagyjából 100 szélsőséges tartott magyar ellenes tüntetést a kárpátaljai városban. Petárdákat, füstbombákat dobáltak és letépték a magyar zászlót a polgármesteri hivatalról. Mindezt a helyi rendőrök sokáig tétlenül nézték. Még Kárpátalja egyébként ukrán nemzetiségű kormányzója is elítélte az akciót. Félelemfelkeltő nyílt a magyar ellenes felvonulást tartottak vasárnap délután Beregszászban az ukrán nacionalista szervezetek aktivistái. Ezen a felvételen például jól látható, ahogy a városban sétáló család és ez a kislány is fél a szélsőségesek felvonulásától. A tüntetők útközben azt üvöltözték, hogy dicsőség Ukrajnának, halál az ellenségre. Ukrajna mindenek felett, és hogy jegyezd meg idegen, ez itt ukrán föld, ahol ukrán a gazda. Elmentek a magyar konzulátus elé is, ahol petíciót dobtak be a kirendeltség postaládájába, melyben az állt, hogy Ukrajnának likvidálnia kell a több száz éves megszálló magyar elnyomás következményeit. Mindenhol magyar feliratok vannak. Én ukrán vagyok, aki itt él. Tudni akarom, hogy mi van odaírva. Lehet, hogy ott olyan dolog van kiírva, ami ellenem szól, vagy a nemzetem, esetleg az államom ellen. Lehet államellenes agitáció vagy propaganda. És ilyenből Beregszász szerte rengeteg van, mondta a szélsőséges vezető. Ezt követően leszették Beregszász polgármesteri hivataláról a magyar zászlót, amit fel is akartak gyújtani, de a hatóságok ezt megakadályozták. Kérdések vannak a rendvédelmi szervek felé. Babják Zoltán polgármester tiltakozik a nacionalisták akciója ellen. Mint mondta, a zászló mindössze 15 percig nem volt a helyén, azt később visszarakták a városháza falára. Amennyiben levesznek egy magyar zászlót, én azt vissza fogom tenni, amennyiben levesznek egy ukrán zászlót, ugyanúgy vissza fogom tenni, azért, mert mi azért vagyunk, hogy a közösségünket egybe tudjuk tartani, és szeretném, hogyha rendvédelmi szervek ezt effektívebben és hatékonyabban, határozottabban tudják sugározni az itt lakók felé. A felvonulók közül a legtöbben fekete egyenruhában vagy katonai öltözékben voltak, sokan pedig eltakarták az arcukat is. Figyeld, milyen érdekes. Vladimir Balacki ismert beregszászi előadó művész, aki három nyelven tart esteket a városban, kétségbe van esve a történtek miatt. Rosszul esik, és azt, hogy megtörténik, azt, hogy megengedik, hogy megtörténjen, és mi is megengedjük, hogy megtörténjen. A KMKS nyilatkozatban tiltakozik és feljelentést tesz az ügyben. Szerintük tarthatatlan, hogy félkatonai szervezetek megfélemlítsék a helyi magyarságot. Várjuk a beregszászi rendőrfőnöknek a magyarázatát arra vonatkozóan, hogy miért volt tétlen a rendőrség. Tétlenség miatt ellenük is feljelentést fogunk tenni, illetve a magyarázatokat követeljük, hisz a közrendnek a biztosítása az ő feladatuk lett volna, és tétlenül nézték azokat a túlkapásokat, amelyet más megyéből ideérkező provokatív nacionalisták végeztek városunkban, megfélemlítve a magyar lakosságot. Tiltakozott Henagyi Moszkály, Kárpátalja ukrán kormányzója is, aki az ukrán belügyminisztériumhoz fordult az ügy kivizsgálása érdekében. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy Magyarország elvárja Ukrajnától, hogy tartsa féken az olyan nacionalista csoportokat, mint amelynek tagjai letépték a magyar zászlót a beregszászi polgármesteri hivatalról. Az ügy kapcsán bekérették Ukrajna budapesti nagykövetét is.